Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon ma, november 12-én. Mit érez, mit gondol a lélektársad ma, és mi a meglehető következő lépése? Mint ahogy látod, elhoztam neked a Hold hangtálamat, a Hold bolygó rezgését, és megkérlek, hogy hunyd be a szemed, és élvezd ezt a rezgést. Remélem tetszett, el tudtál lazulni, mint ahogy hallod, ez a rezgés sokkal hosszabban, sokkal tovább eltart. Remélem tetszett, és most pedig koncentrálj, légy szíves a lélektársadra és arra, amit tudni szeretnél. A Lenormand kártyával fogjuk keverni, persze a Lenormand kártyával az üzeneteket, kapni egy 9-es kirakást neked a számodra, és most arra kérlek, küldd el gondolatban, mit gondol, ha rád gondol a lélektársad. Mit gondol, ha rád gondol a lélektársad, itt a maszk. Mit gondol, ha rád gondol, de szeretne egy megoldást, ez már nagyon pozitív. És mit érez a szívébe iránytad? Mit érez a szívébe? Látjátok, itt van ez a mély vonzalom, ez a vonzalmi erő itt van közöttetek, mint ahogy látod. Ez nagyon-nagyon erős, szóval ő tőle jön, itt van kollektívba, de még ő egy maszkot hord, szóval még nem ért el odáig, hogy ezt a maszkot letegye. Mostan erre gondol, tényleg egy megoldásra gondol, egy nyitra, hogy milyen módon is tudna közeledni hozzád, mint ahogy látod itt ez a csokorvirág, vagy egy szép komplimentet, egy bókot fogsz kapni, vagy pedig egy meghívást, vagy pedig egy találka lesz, egy randi lesz. Úgy látom, ez a fejébe, ez neki a gondolata. A szívében, amint látod, hát még itt vannak gátak nála, az mit is jelent, hogy gátolva van a szívében. Lehet, hogy nem tudja kimutatni az érzését, lehet, nem tud róla beszélni. Lehet, hogy nagyon sérült a másik kapcsolatban, és az, hogy nem tudja megengedni, de a lényeg az a szívében egy ilyen biztonság érzést érez, irányt ad valami módon, de nem tudja kimondani, nem tudja az árnyékját átlépni, úgy mondják németül. Kann ich über den Schatten springen, és valójában tényleg szeretne szívből neked egy levelet írni, és ahogy itt látom, hogy ez elindul a meglehető következő lépése, az új kezdet szívből szívbe iránytad, hogy haladjon valamint, mint ahogy látod, itt ez a szerencse, és most még megkértjük a tündéreket. Na ez a leírás, ezt nem kell. Megkérjük, mit üzennek a tündérek, azt, hogy higgyél abba a ritmus, az élet ritmusába, és minden eljön a saját idejében, és találd meg a filfált, az, hogy mennyi lehetőség van, és te nagyon sok
lehetőséget, nagyon sok arcot hordasz magadba, szóval az azt jelenti, hogy mindenre van lehetőség, és mutassa meg egy másik oldaláról magát, te neked. Valami módon ezek az indiai istennők kártyái. Nézd, a három kártya kijött neki. A szabadság, igen, hogy ő szabad akaratából tud dönteni, valamint a hit. Ha hiszel valamibe, azzal hegyeket is át tudsz rakni az egyik helyről a másikra, valamint az elengedésbe ismered meg, vagy találod meg a te céljaidat. Még egy kártyát húzunk a rékából, te neked. Valami módon az önbizalom kíséri, az önbizalmak angyala, ismerd fel magadba, hogy mennyire különleges vagy te. Tanulj napról napra, tanuld meg téged jobban értékelni, és legyél tudatában abba, hogy milyen különös vagy te. Minden angyal, az angyal ad neked ön elismerést, higgyél magadban. Ez az üzenet a lélektársadnak. Ez remélem tetszett, rezonáltatok vele. Ha így volt, örülök, ha lájkoltok, és hogyha legközelebb szintén velem tartotok. Sziasztok, szép csütörtököt kívánok nektek, legközelebbig, Valéria!